most bemutatom nektek, hogy igazából ilyen teljesen sarkatos, kiszorított helyzetekből milyen menekülő terelések, menekülő lökések vannak, amivel még meg lehet oldani a problémát. Ilyen esetben ugye itt van egy ilyen állásunk, be kell lőni az 1-es, mint célgolyó, és hát azt szeretnénk, hogy utána 8-as lőjük, persze úgy, hogy ezeket a golyókat, mint zavaró golyó betettem, tehát ne az asztal közepéről, tehát valamilyen szinten meg kéne fogni a 1-es gól belökése után ezen a területen a fehéret. Tehát nem jöhet ki itt. Igen, hát igen, mert megmutatom, hogyha begurítjuk, bármilyen gyengén, fehér golyó kijön is valószínűleg, hogy safety-be marad. Most ilyen esetben ki tudjuk azt használni, hogy a fal ebből a szögből már csúszik. Tehát, hogyha nem a falat, és nem a falat egyszerre találjuk el a golyóval, hanem egy stop lökéssel a golyót fogjuk eltelni hamarabb, akkor megoldható az, hogy a golyó ugyan leesik, viszont a fehér golyó, mivel a golyót találtam hamarabb, és a falban nem kap kontaktot, meg fog állni pozícióba a 8-asra. Tehát akkor nem itt kell eltalálni, hogy pont egyszerre érjen. Nem, a golyót kell eltalálni, tehát körülbelül egy fél bőrrel, majdnem egy bőrrel bejebb kell eltalálni a golyót, és akkor egy stoppot lökünk. Aha. Tehát annyi, mintha nem egyenesen akarnánk a célgolyót lökni, hanem így egy picit a fal felé. Igen. Kicsit a falra lőjük, és csücsök, akkor a csücsök irányába, falra lőjük, ugye? Lecsúszik, és ívről fog nekünk leesni. Igen, és a csúszás miatt fog beesni a csücsökről, az ívről. Szuper. Tehát kvázi ilyen irányban indult el. Viszont igen, arra lőttük le, ott kb. másfél-két centig csúszik, ez a szerencsén, uh-huh, és a csúszás uh-huh után indulna csak ő kifelé. Uh-huh. Viszont onnan még ívre le tud esni. Ez körülbelül egy gyémánton belül működik, tehát ez, ha kiebb lenne a pozíció, és ugyanilyen nagyobb szögbe, az már sajnos nem adja meg, tehát nem esik le, nem viszi be a zseb. Viszont egy kisebb szöggel még így is működik, de egy ilyen szögnél még egyes gyémánton belül területen nyugodtan lehet akár teljesen stoppon tapadó falra lévő fehéret is kieszközölni. Uh-huh. És mi az a, tehát mekkora az a szög, aminél már nem működik? Tehát, hogyha attól függ, hogy milyen, ez beszűkített zseb ez az asztal, tehát itt már ebből a szögből már nagyon nehezen működ, mondjuk ebből már nehezen működne, uh-huh, tehát ez asztal függő, viszont egy normál zseb és asztal még itt is megoldható, mert még becsúszik. Posztó függő, ha zsíros és öreg a posztó, hamarabb lepattan a golyó róla. Ehhez a lökéshez ismerni kell az asztal adóságait, másképp ezt nem lehet kivitelezni. A következő ilyen szituáció, amiben menekülő lökést kell nekünk lőni, az egy, mondjuk egy 8-as játékszitu, eligvel vagyunk, bekerül az 1-es golyót a zsebbe, hiszen máshol nem tudjuk, a 2-es nem fér be, ezáltal nekünk ezt az oldalt kéne a 2-es golyóra megterelni ebből. Bontani mondjuk nem akarunk, mert bármilyen másoknál fogva az asztal tele van még csíkos golyókkal, lényeg az, hogy nekünk ide kell kitenni az 1-es golyót. Na most sokan azt hiszik, hogy jobb felsővel, a jobb felső semmiképp nem jó, mert a jobb ugyan egy jó forgatót fog nekünk adni, viszont a felső lökés esetében a kontakt után az ellenkező kölcsönhatás, ugye a fehérben felső van, az egyesen meg visszaható erőt kap, egy kis ívet fog letolni a fehér, és innen már hiába van benne jobb forgató, neki fog ütközni a kettesnek. A center jobb forgató az már egy fokkal jobb, hamarabb érünk ugyan falat, de még mindig kevés a távolságunk, hogy átbújjunk a kettes mögött, megint korcot fogunk kapni. Tehát lényegében a jobb felső az telibe találja, a jobb felső telibe találja, a közép az meg itt fog eltalálni. Az meg igen, az meg itt a külső oldalát fog eltalálni. Netces, hogy itt nem fog átmenni semmiképp. A megoldásunk úgy, hogy ne akadjunk a kettes golyóba, bármilyen fura is a jobb alsó lökés lesz. Méghozzá a fizika miatt jobb alsóval fogjuk meglőni. A forgás irány ugye egy kicsit az 1-es golyót a rövid fal felé fogja tolni, viszont az alsó miatt a fehér csúszni fog a célgolyón, tehát rögtön rácsúszik a falra, semmilyen kis ív nem lesz, mint a jobb forgató esetében, semmilyen nagyobb ív nem lesz, mint a síber esetében, rögtön falat kap a fehér golyó, és innen már a jobb forgató ki tudja dolgozni magát arra a kívánt területre, ahol a 2-es megtereljük. Szépen. Következő problémás állásunk az asztalon ez. 8-as szituáció, az 1-es az utolsó golyó, a 8-as golyót kell megterelnünk. Hát ide felraktam demonstrációképpen egy pár csíkos golyót, hogy ez a terület teljesen halott. Igazából mozgás irányunk ez lenne, de nagyon félő, hogy akadunk a 10-es golyóval. Kibújtatni mögötte, amit ugye az előző videóban már mondtam,
gyengén lehet csak, mert ha azt a lövést erősebb előjük már akadunk, tehát maximum ezt a területet kaphatjuk meg, ami belőle szempontjából jó lenne, mert amikor egy szituációt nézünk, tegyük fel, hogy itt is elgújjuk, hogy azzal sem lehessen megoldani. Ilyenkor a síben lökésnek a fizikáját fogjuk kihasználni, mégpedig az a következő, a felső lökés a síben lökés hatására a fehér golyóba ugye van egy rendkerekes mozgásirány, ami nekiütközik az egyesnek, az egyes ad neki egy visszaható erőt, ezáltal egy picit visszapattan a fehér, viszont ebből a szögből, ha visszapattan a fehér, a főső még benne marad, leír egy kis kanyart, itt még mindig fősővel falat ér, majd a főső lökés hatására folytatja az útját a falra, és tereljük meg a golyót. Ahogy nő az erő, ahogy nő a belökési erő, annál nagyobb ez a visszaható erő is. Tehát sok esetben biliárd játék közben látok olyat, hogy valaki kézből van bontásra, és síberrel szeretne bontani, és föltesz magának egy állást, mondjuk, hogy ez a szitu, itt a célgolyó, amivel bontani szeretne, tehát feltesz magának egy állást középre, kézből, és azt mondja, hogy na most akkor én ezt rábontok erre az állásra, és egy erős síber lökéssel szeretne bontani, el fogja kerülni a két golyót, értem szó a fehér, hiszen a lövés pillanatában ez a visszaható erő dolgozik, és pont elmegy mellette. Tehát ebből úgy tud csak síben lebontani, hogyha gyengén szépen kivezetett fölsődő a golyóba, és akkor ez a visszaható erő kevesebb. Mi esetünkben most egy síberrel, kivezetett síberrel teljük meg a 8-as golyót. Szép. És irányítani is tudjuk a fehéret, ha nem annyi fölsőt teszünk be, mint az előző lövésnél, hanem csak épp annyit, hogy kikerülj a 10-es golyót, akkor akár az azt a másik oldalra is átvihetjük a fehéret ebből a szögből. Ugyanúgy fölsőt. Tehát most a 8-ast áttettük innen ide. Igen, átkerült a 8-as golyó ide, tehát ez a pozíció, amit 8-ra volt, tehát ez a fehér pozíció nekünk nem annyira optimális. Igen. Annyi fölsőt rakunk csak a fehérbe, hogy a 10-es kerüljek egy kis kanyarral, és érkezzünk meg az asztal másik oldalra. Igen, tehát ütközés után visszapattan falat ér. Ütközés, visszapattan falat ér, és kevesebb fölső, tehát nem fog kikanyodni oda. Kevesebb fölső, csak a 10-es kerüli ki, és érkezik át ide. Igen. Nagyon szép.